Sziasztok srácok, itt ismét Damien. Makers. A Makers csomag, ez egy Denendave csomag, és hát semmit nem tudok róla. Kinezetet se, azt sem tudom, hogy néz ki, de minden esetre ez a Maker's egy ilyen. Nekem első ránézésre, tudjátok, a Theory Eleven szokott ilyen csomókat csinálni, amik ilyen nagyon-nagyon-nagyon elegáns, nagyon cirádás, nagyon fémes, nagyon-nagyon-nagyon dolog. Minden esetre a Makers is ilyesmit ígér, de kíváncsi vagyok, hogy belül milyen lesz, hogy kicsit visszaköszön valami Theory 11 dolog ebben a dna fakliban, vagy nem. Crafted 2016. 2016? Na vajon mióta áll ez itt nálam? Oh, nézzük meg gyorsan, mielőtt még itt elporlad. itt is vagyunk, srácok! Nézzük meg akkor Denendévnek a Makers csomagját, ami egy 2016-os csomag, és uh, fogalmam sincs, hol kell kinyitni, de ezen mindjárt segítünk, meg is van. Na, a csomagról, hát igazából Denendév csomag, uh, nekem mindig a teori dizájn jut eszembe az ilyen típusú csomagokról, amik uh, ennyire díszesek, ennyire... Uh, mondhatni, fóliázott, dombornyomott csomók, ezeknek mindig van egy olyan teori 11-ös dizájnjuk. Na, nézzük meg a dobozt, hogy hogy néz ki. Makers made true, revert quality, bla bla bla. Design at the studio of Chad Michael, produced by Dan and Dave Industries az alján. Itt van. Egyébként az egész, ja is a hátoldal, az egész egy ilyen Ö, matt ö, kartonra van nyomva, és dombornyomot, nem tudom, itt látjátok-e, és ilyen aranyfóliázat, és nagyon különleges, lezáró matricát kapott, amin Hindelberg, Hindelberg 01, 13 print printed date, ez a ö, nyomtatási nap, vagy valami ilyesmi és hát nem tudom, de minden esetre megpróbálom szépen megszabadítani ettől a... Ó, ez viszonylag könnyen fog menni. Nagyon jó, nézzétek. Kicsit le lerántja az aranyfóliát, de amúgy könnyen megy. Na, bontsuk ki, nézzük meg, milyen a kártya belülről. Nagyon szép kis fülecske. Ó, a belseje nem fóliázott, de nyomva van. Súgy. Ki tudlak szedni? Ki tudlak szedni. A doboz belül végig nyomva van ezzel a aranyfestékkel, festékkel, de nézzük magát a csomagot. Egy puhább csomagról van szó, tehát nem olyan kemény, egy puhább csomag, és úgy látom tartotta a hátlap design ezt a zöld arany színvilágot, ami egyébként nagyon elegánssá teszi ezt a csomagot. Mutatok is egy hátlapot, hogy milyen, hogy néz ki így közelről meg is van. És hát nézzük akkor az elejét, mert ugye most az a, az a fontos így elsősorban, hogy milyen a lapoknak a dizájnja. Na hát szerintem ezek a jokerek. Egyébként nem tudom felvételen mennyire látszik, kézben ez az arany nyomatás nem ennyire barnás, mint itt a képen, ahogy így látom így az ellenőrző monitoron, és kicsit olyan, olyan halványvilágos, nem is ilyen sötét színű. Na, tehát ilyen az arany, és akkor itt jobban láthatjuk, hogy hogy néz ki a Joker, mert a másik Joker az viszont fekete. Uh -huh. Szépséges. Na, The Wanderer, a pikkászunk. Nagyon szépen kis megdizájnolt dolog. Na, és akkor úgy látom, hogy az egész egyedi. Tehát még a számoknak a vonalvezetését, vagy hát a fontját, vagy hát a dizájnját is megváltoztatták. És egyébként a pik jeleket is természetesen. És akkor így néz ki a pikbubi, pikdáma, mindent megrajzoltak, nagyon szép. Pik király, tök jó. Na a káró, a piros az ilyen erősebb, bordós szint kapott. Egyébként minden más ugyanolyan. Itt meg tudjátok nézni, hogy milyenek a kárójelek, jelek. Káró Bubi. Na, verjátok? Egy dologra azért kíváncsi vagyok. Majd megnézzük a Bubinál, hogy... Nem, mások. Mások. Tehát teljesen mások. Tök jó, tehát mindent újra rajzoltak. Dáma. Ez mi, ez esernyőt tart? Tök úgy néz ki, hogy nagy esernyő lenne. És a király pedig... Milyen furcsa, hogy az arany szint választották a igen, még itt is. Tehát a feketénél nem fekete, tehát egyik résznél sem fekete, tehát még a fekete lapoknál sem feketék a figuráknak a alakja, hanem ezt az aranyat meghagyták. Ja. Na, itt van a treff. Egy kicsit ez a treff jel olyan összetéveszthető a pikkel így hirtelen, hogyha ránéz az ember, nem? Treff dáma, treff bubi. Tehát látjátok, hogyha hirtelen most így oda mutatom, vagyatok, volt itt nekem treff tízes sem? Volt hát. Tehát, hogyha így hirtelen oda mutatom, nézzétek, nem? Tehát így nagyon hirtelen úgy, úgy nehezebb megkülönböztetni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, majd leírjátok, de nekem, nekem így elsőre hirtelen most mi ez? Big treff? De treff. Nincs, nincs ennek az az oka, hogy nincsen úgy elválasztva külön a három Ö, lóhere, hanem kicsit ilyen egybe folyósabb, vagy nem tudom, tehát így, így nem annyira különállóak. Na, a körkirályunk, hát ö, ő most rágyújtotta a pipájára. Ja, de a kardot van a kezében, csak rágyújtotta a pipájára. A dámán kettő el is aludt, de a rózsát fogja a kezében, és a kis kalapáccsal pedig a bubi. És nézzétek, ö, itt ebben az esetben nem tudom, hogy a többinél látható -e ilyen, de például ebben az esetben ez egy one-way front designos dolog, mert látjátok, itt ilyen kis kalapács van, ott viszont egy hát ilyen fejszécske kis balta-szerű valami, tehát uh, one-way front designos. Ezt jó tudni. Tízesek, kilencesek, így néznek ki a körök. Az és maradt a két utolsó lap ami sajnos nem geflap. Ö, van egy ilyen reklámkártya, meg még egy reklámkártya. Na, hát ennél most csúnyát mondok, pazarló megoldás nem találhatunk volna. Na jó, hát mi bűvészek gondolkodunk így, mert egyébként ö, így kézben nagyon jól néz ki ez az arany zöld. Tehát így olyan, mintha egy fémlapot tartanék a kezemben egyébként, tehát rahat jól néz ki, de a bűvészet szempontból mondjuk lehetett volna ilyen a Joker, nem? Vagy valami hasonló. De mindegy, nézzétek, összeragasztva, ebből lehet csinálni dubbeket, bár ez tényleg jól néz ki, ez az arany tudsz. Na, nézzünk egy keverést, csak azért, hogy ebből nem maradjatok kisrácok, de egyébként egy puha, igen, nagyon puha. Nagyon-nagyon-nagyon puha. Igen. Nagyon puha. Tök jó. Wow. Nézzünk már egy fárót is. Nagyon szépen összepörök. Nagyon szépen összepörök. Tehát egy nagyon jó vágással rendelkező. Egyébként a denendév csomagok azok nagyon jó vágással rendelkeznek. Tehát én eddig úgy tapasztaltam, hogy a denendév csomagok nagyon szépen vannak vágva, és ez a fárónál ez mindig kiütközik. Minden esetre egy nagyon jó pofa csomagról beszélhetünk. Elegáns, szép, jól használható. Egy kis negatívum, ugye ez a treff-pick összetévezthetőség, de amúgy viszonylag könnyen megkülönböztethetőek a lapok. Na srácok, ez volt a Makers, hogyha tetszett, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni sem, és találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!